Fehérvári templomok címmel festmény és fotósorozat bemutatójára és elhelyezésére került sor az elmúlt héten a székesfehérvári Szent Gellért tanulmányi házban. Simon M. Veronika Cserhát és Nívódias festőművész közgazdászként indult az életben, majd egy érdekes fordulópont hatására kezdte el a festészetet tanulni. Azóta 40 kötetet illusztrált, és 5 országban 100 kiállítása volt. Témái között egyaránt szerepelnek portrék, életképek, csendéletek és meditatív gondolatok. Pályájának indulásáról, alakulásáról, hitéről és örömeiről beszélgettünk, abból az alkalomból, hogy immár 10 éve indult el ezen az alkotói úton. Simon M. Veronika saját műtermében fogadott minket, megmutatta nekünk azt, hogy éppen mind dolgozik, megmutatta munkáit, hogy hogyan fest, majd arról mesélt, miként is indult útjára ez a fehérvári templom sorozat. Az ötlet nagyon egyszerű volt, egy gyönyörű szép napsütéses napon mentem egy templom fele, és megláttam, hogy milyen gyönyörű a templom a fényben. Utána bementem imádkozni, és ahogy ott imádkoztam, akkor gondolkodtam el azon, hogyha én ezt ilyen szépnek látom, milyen jó lenne ezt megjeleníteni. De hát a másik templom is ugyanolyan gyönyörű, a harmadik is ugyanolyan gyönyörű, és körülbelül a 4, 5 vagy 6 templomot festettem így meg. És akkor megmutattuk a Péter atyának, ő az egyház megye igazgatója, Kertész Péter kanonok úr, és nagyon tetszett neki, mert a technika is nem egy szokványos, egy kézimerítésű papírra barna akvarell festményez. És azt mondta, hogy jó, ez nagyon szép, de miért nem festem meg akkor mindet? Már sokan sokféleképpen festettek a fehérvári templomokról, de ilyen egységes, összefoglaló munka még soha nem készült, méltatta a művészt dr. Takács Nándor megyés püspök. Halkan jegyzem meg, talán a templom kisugárzása is más és más, egy járókelőnek, vagy egy művésznek, vagy egy hívő művésznek. Én nagyon vallásos vagyok, és belülről állandóan érzem Isten jelenlétét, és azt gondolom, hogy a templom az egy olyan hely, ahova mindegyikünk, ha bemegy, akkor kizárja az összes rosszat, és csak a szépre, és csak a jóra gondol, és ez a közelség Istennel, ez egy csodálatos dolog. És hogyha kívülről nézzük a templomokat, akkor pedig azt a vágyat érezzük, hogy de jó lenne oda bemenni, és megint egy kicsit meditálni. Tehát ez egy nagyon erős kapcsolat. Ez a kapcsolat azonban nem volt mindig ilyen mély. Simon M. Veronika közgazdászként, pénzügyi, bírósági szakértőként dolgozott. Én utólag azt gondolom, hogy mindez csak arra volt jó, hogy megteremtsem az anyagi alapjait annak, hogy most aztán nem keresek, mert mint művész, hát mint tudjuk, ez anyagi haszonnal nem nagyon jár. Az egész életem mind irányított volt a gondviselő által, mert igazából csak 10 év az, amire tehető, hogy festek, 10 év volt a festek, és én úgy érzem, hogy saját magamnak is szinte hihetetlen, hogy mi minden történt ez alatt a 10 év alatt. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy ha 20 éves korom óta festettem volna, és lettem volna ebbe a gyönyörű szép hivatásban, akkor sem lehetett volna ezt másképp, tehát nem lett volna több dolog, mint ami megtörtént velem most az elmúlt 10 évben. Nem tudok más mondani, mint azt, hogy ez egy gondviselés. Az, hogy amikor egyik feladattal végzek, azonnal itt a másik feladat. Elmesélhetjük annak a történetét, hogy hogyan indult ezen a festői pályán? Elmesélhetjük. Egy éjszaka azt álmodtam, hogy bevezetett engem Terus néném, aki anyukámnak az édes testvére, nagymamám édes testvére, nem az anyukám, én nagymamám édes testvére, bevezetett egy nagy szobába, az ilyen műteremszerű volt, és azt mondta, hogy ezt a sok vásznat, amit itt láttam üresen, ezt mind nekem kell telefesteni. És én mondtam, hogy hát én nem tudok festeni. És mondta, hogy de tudsz majd, meglátod.
És akkor felébredtem erre, és úgy bennem motoszkált, ez egy ilyen érdekes álom volt, és elmentünk a szülőfalomba azon a héten, hétvégén, és elkezdtem érdeklődni erről a Terus nénéről, hogy hogy van már ez. És akkor megtudtuk, hogy Terus néni az egy korában, a maga korában egy híres festő volt, és a kora politikusainak az arcképét ő festette, és a mostoha lányával viszont nagyon rosszban volt, és amikor ő meghalt, akkor a mostoha lánya kivitte az udvarra mintegy 100 festményét, és elégette. Na most, hát ez engem eléggé szíven ütött ez a dolog, mert nem hiszem, hogy van olyan ember, akit ez nem ütne szíven, hogy ilyen történik, bár akkor mondom, még egy ecsetet se fogtam a kezembe. És a legcsodálatosabb mégis az volt benne, hogy ugyanaz az álom, ami miatt elutaztam a szülőfalomba és megkérdeztem ezeket a dolgokat, ugyanazt az álmot visszaálmodtam. Az álmot elhatározás, próbálgatás, tanulmányok követték. Egymást érték a felkérések, meghívások, és születtek a képek szépen sorban. Gyakorlatilag csak annyi változást látok én azóta, amióta elmúlt ez a 10 év, hogy szinte be akarom pótolni azt a rengeteg időt, ami nem ezzel a dologgal történt, hogy én festek, és ezért mindenféle technikát, mindenféle stílust, mindenféle témát kipróbálok, és az lenne jó, hogyha egy nap nem 24 órából, nem tudom én hány órából állna, de hát ugye egészségileg úgyse bírnám, tehát mindegy végül is, de nagyon-nagyon sokat szeretnék, és bennem még nagyon sok minden van, amit ki szeretnék egyszer festeni. Ugye azt mondta, hogy nem tud festeni. Hogy van bátorság ahhoz, hogy mégis nekiálljon, és azt mondja, hogy de meg fogok tudni tanulni? Nem volt egyszerű ez. Igazából, hogyha én azt mondanám, hogy ez így ment, hogy pitty, akkor nem mondanék igazat, tudnélik. 92-ben pont 40 éves voltam, és 5 éven keresztül, tehát 97-ig volt nekem egy ilyen válságállapotom. Tudnélik, én egy olyan ember voltam, aki versenyszerűen sakkozott, matematikát tanított például többek között. Szóval egy igazi racionális, földön járó ember voltam, és én így a vallással, szóval nem nagyon voltam közelbe, és én igazából 5 évig szenvedtem ezzel, hogy most mi történt velem. Szóval nem bírtam feldolgozni, az az igazság, és beletöröttem, hogy ez a sorsom. Szóval egyszerűen, mikor elfogadtam azt, hogy nekem ezt a feladatot Isten szánta, és nekem ez alapján kell tevékenykedni, akkor nyílt meg a világ. Az a hit, ami bennem van, hogy nekem az a feladatom, hogy örömet szerezzek mind az égieknek, mind az embereknek, mind magamnak, és ebben nekem semmi erőlködés nem kell kifejteni, egyszerűen csak el kell fogadni, ami jön, és nyitott szemmel kell járni, hogy észrevegyem. Ez olyan mérhetetlen nyugalmat és boldogságot ad nekem, hogy nem hiszem, hogy ezt bárki elcserélné velem azért, hogy mondjuk sikeres közgazdász legyen. De hogyan értékeli egy ember, aki úgy érzi, rátalált saját útjára, azt az életszakaszt, ami ezelőtt volt? Szerintem szükség volt arra. Mindenre, ami abban az életemben történt, arra szükség volt nekem, az a véleményem. Szükség volt arra, hogy megismerjem azt, hogy milyen akkor a világ, ha nem művész szemmel nézzük. Szükségem volt arra, hogy anyagilag megteremtsem azokat a feltételeket, hogy most festeni tudjak. Szükségem volt arra, hogy olyan társat találjak, mert én másodszor mentem férjhez. Az első házasságomban is, szóval gyakorlatilag nem volt az rossz.
nem találtuk meg egymással a hangot, de azzal, amellett a partner mellett most nem tudnék festeni. Tehát még arra is szükség volt, hogy egy olyan partnert, egy olyan társat találjak magam mellé, aki mindenféleképp ott van mellettem, és mindenbe segít engem. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy ebbe is nagyon bölcs az Isten, mert először megalapozta, hogy tudjam értékelni azt, hogy ne a pénz legyen a legfontosabb, hanem ez, ami most történik. Nem hiszem, hogy egy 20 éves Simonen Veronika, vagy ahogy akkor hívtak engem, Simon Mária Veronika, csak lerövidítettem, hogy ne legyen olyan hosszú az M pont. Hogy nem hiszem, hogy egy Simonen Veronika ez tudna ennyire lelkesen egy téma mellé állni. Úgy tűnik egy kívülálló számára, hogy a festőnő már mindent elért, amit emberileg el lehet érni. Sikert, ismertséget, elismerést, szeretetet. De vajon milyen célok mozgatják őt tovább? Ez szinte naponta megfordul a fejembe, hogy vajon mi az én célom? Erről sokat beszélgetünk a férjemmel is, mert szoktunk filozófálgatni, nagyon sokat beszélgetünk a festészetről, meg úgy általában. És azt mondtam neki talán 3 vagy 4 napja, akkor fogalmaztam meg, hogy most ott tartok, hogy szerintem annak kell, hogy legyen a célunk, mert nem hiszem, hogy az cél, hogy híres legyen az ember. Nem hiszem, hogy az cél, hogy rengeteg pénzt keressen a festészettel. Nem hiszem, hogy az cél, hogy mit tudom én, most ilyen nagy vagy olyan nagy kitüntetés érje. Ezek nem célok. Viszont hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én bennem nincs egy olyan vágyakozás, hogy híres legyek, hogy kitüntetés kapjak, hogy elismerjenek, hogy sok helyre elkerüljön a festményem. De a cél mégsem ez. A cél az, amit már egyszer megfogalmaztam, és akkor nem lehet csalódni, az örömszerzés. Tehát ha én ezt teszem ki az életem céljának, vagy ezt teszem fel, hogy én olyan képeket fessek, amivel ennek a 3-as követelménynek, amit az előbb említettem, hogy az Istennek, az embereknek, magamnak örömet szerezzek, és ezt célként üzöm magam elé, egész életre szóló célként, akkor ebbe belefér minden. Tehát belefér az is, hogy esetleg híres leszek, esetleg kitüntetéseket kapok, hiszen annál nagyobb egy örömszerzés, minél elismertebb embertől kapja. Tehát akkor így nem mondtam tulajdonképpen ellent magamnak, de mégis van bennem egy visszafogottság, mert hogyha nem ér nagy kitüntetés, hogyha nem leszek híres, akkor is a fő célom az teljesülni fog, hogy örömet szerezhetek. Szerintem egy folyamatban vagyok, ami ha bármikor megszakad, mégis elérte a célját. Ez egy fantasztikus dolog. Még ezen így nem is fogalmaztam meg magamnak se, de ez tényleg így van, hogyha holnaptól nem leszek, akkor is elértem már a célját.